A hatodik helyen végeztek a Gyergyószentmiklósi Iskolás Sportklub ifjúsági kosárlabdázói az U19-es országos bajnokságon. Ez a legjobb eredmény a sportág gyergyói történetében. Hogy együtt maradhasson a csapat, jövőre beiratkoznának a felnőtt első ligába is. Fogsányban rendezték az U19-es fiú kosárlabda bajnokság döntő tornáját. A Gyergyószentmiklósi Iskolás Sportklub csapata idén kiválóan szerepelt, bejutott az ország legjobb 8 klubja közé, és a végeredményben a 6. helyen zárta az idényt. A csapatot irányító Kercsó Zoltán elmondta, enyhén csalódottak, de már a jövőbe tekintenek. A legjobb 4-be vágytunk, ami sajnos nem jött össze, viszont hogyha úgy gondolkodunk, hogy a megyébe soha nem volt még 6. helyzetű férfi csapat, és főleg nem ilyen nagy kategóriában, mint U19, ez mindenképp sikernek könyvelhető el. Hozzátette, volt egy megtorpanás az idényben a Ploiest elleni elveszített mérkőzés után, de tekintve, hogy ez a csapat csak 13 évesen kezdte a versenyzést, ráadásul a járvány miatt hosszú kiesés is volt a mérkőzések sorában, a nagyon erős kosárlabda központok elleni küzdelemben ez nagyon jó helyezésnek számít. A továbbiakban ősztől egy felnőtt elsőligás csapat indításában gondolkodnak, amelynek a keretét régi kosarasokkal is kiegészítik.